ami pedig a Zalaegerszeget illeti, hát ott megint voltak apróbb, nagyobb gondok az együttes házatájában, legalábbis az eredményesség szempontjából, hiszen az utóbbi két fordulóban összesen egy pontot gyűjtöttek be, és a bajnoki álmok egy picit messzebb kerültek. Tóth István pardobása Nagy Tamás felé, Nagy Tamás három védőgyűrűjében Somogyi, Nagy Tamás kapja vissza, Král pedig szabálytalan volt, mutatja Kassa játékvezető. El is végzik a szabadrúgás, gyorsan a Somogyiak, és ott a gól! Hirtelen végzi el a szabadrúgás Somogyi, a gólszerző pedig Sira, nem számítanak rá az zalaegerszegiek a 13. percben a mérkőzésen. Egy gyors szabadrúgást követően Sira ismeri fel a helyzetet, és gyakorlatilag senkitől sem zavartatva bólint a hálóba. Turi pedig tehetetlen. 1-0 tehát a soproniaknak. Vince. Pintér egyből. Perger indult. Szamosival szemben. Perger megszerzi a labdát Szamositól. Tóth Mihály üresenben középen meg is kapja. És ott a gól. 2-0. A mérkőzés 19. percében két gólos előny már a soproniaknak. Perger harcolta ki tulajdonképpen. És Tóth Mihály pedig bal lábbal teszi be a hosszú sarokba a labdát, Túri ezt sem védhette. Csiszár, Vincének. Voltner támadta, ez Tóth Mihálynak jó lehet. Tóth Mihályt ellökték. Majdnem! Centikkel került el a kaput Sira lövése. Sira ismerte fel a lehetőséget ismét, és épp hogy elkerült a lövés a kaput. Tóth Mihály várja, hogy jöjjenek a társak. Nagy Tamásnak rövid. Egyből előre Waltner a labdára. Farkasnak kell öklöznie. Még mindig nincs meg a labda. És most már oda a helyzet. Jubojevic. A cserekért beállt Raduszabó. Egy szép csellel Somogyi mellett. Aztán pontatlanul Prázenica szerezte meg a labdát. Aztán Král. Kenesei teljesen egyedül, akár lőhet is. Szép lövés volt. Jubojevic. Kenesei. Jól veszi át a labdát. Rá is tűzi. Farkas Balázs. Szépet védett. Egressi tehát a szabadrúgással. Tóth István fejelte ki. Tóth Mihály. Pinternek rövid. Kenesei. Akár lőhet is. Nem volt rossz lövés. Picit ment mellé Kenesei lökete az 50. percben. Somogyi elcsavarja. Gyönyörű lövés volt. Turinak kellett egy nagyon szép mozdulattal védenie. Somogyi szépen csavart el a sorfal mellett a labdát. Turi bravúrja kellett a mentéshez. Jubojevic Keneseinek. Waltner egy kényszerítő, Keneseit pedig buktatják. Tovább a játékvezető Egressi. Egy szép lövés. Farkas Balázs ment lábbal. Kenesei szabadrúgása következik a 11-es vonalával párhuzamosan. Nem volt rossz. Farkas Balázs vetődött. Jól látta, hogy jönnie kell. Kenesei Krisztián a labda mögött. Kéttagú sorfal. Pintér és Somogyi. Kapufa! Jobb lábbal gyönyörű lövés volt, 69. percben, és belepiszkált még Farkas. Kenesei készülik a szöglethez. Jól jön befelé, Farkas Balázs. Bonkisz, elakad a lövés egy egerszegiben, Rót, belelépnek, és Kenesei veheti le. Kenesei egyből középre, Farkas, egy szép fejes és egy mekkora védés. Szöglet. 72. percben Farkas ismét bravúras mutatványt mutat be. Bonkisz. Pontatlanul. Indulhatnak a soproniak. Jó cselek után Bausz. Nem sokkal ment fölé. 78. perc a mérkőzésen. Bausz látta meg a lehetőséget. Egy kis hiba csúszott a kivitelezésbe. Turi vágja előre. Vince, mellel, Somogyi, jó lehet, Vince törhet egyedül kapura az ígyszerben,
Gyenge lövés. Rút. De középre. Radu Szabó pedig csak a lábát tudja oda tenni. Csiszár egyből. Nem volt más választása. Bau szerzi meg a labdát. Jubojevicsel szemben. Középen indul Somogyi, meg is kapja. Ott van Horváth Róbert is. Somogyi helyzetben. És egy nagy bravúr. 85. percben. Ismét elpuskáz egy lehetőséget a soproni csapat. Ezúttal Somogyi hagyja ki a helyzetet. Vince után Somogyi is növelhette volna az előnyt. Neki sem sikerült. Kenesei. Balog. Teljesen egyedül. Rót. Itt a beadás. Elmegy a fejek mellett. Radu Szabó érkezett. És fölélődte. Egy perccel a rendes játékidő vége előtt. Nagyon hálás dolog hazai pályán egy gyors góllal kezdeni. Utána már játszhatjuk a saját játékunkat, az ellenfélnek jönni kell, nem tudnak beállni, védekezni. Ez úgy érzem a mi csapatunknak kedvező. Az utóbbi három mérkőzést azt végig hátrányba kellett futballoznunk, és azért annyira jó csapat nem vagyunk, hogy állandóan hátrányból kelljen fordítanunk, illetve tudjunk fordítani, illetve hogy állandóan felállt védelem ellen kelljen futballoznunk. Hát sajnos ez sem valósult, ez ma nem valósult meg, vagy ma sem valósult meg, mert a Somogyi gyors és jó helyzet felismerése, illetve hát utána nem sokkal egy durva egyéni hiba miatt jelentős hátrányba kerültünk, és azért a Sopron szervezettebben védekező csapat annál, hogy három gólt lehessen neki rúgni, hát sajnos nekünk egyet se sikerült, bár azért azt hozzá kell tennem, hogy a lehetőségeink megvoltak rá. Az utolsó mérkőzéseinken, hát konkrétan a Kispestről és a Sopronról beszélek, ugye mindkét csapat a kiesés ellen menekül. 5 sérülést szedtünk össze olyan fautokból adódóan, amik hát nem kifejezetten a labdára irányultak, és az az igazság, hogy a mi játszó csapatunkat általában így tudják megakadályozni a játékban, a minőségi futballban, és ezt egyelőre még nem nagyon tudjuk elviselni. Az biztos, hogy képességbeli különbséget csak akarati tényezőkkel, több futással, párharcok minél nagyobb számú megnyerésével lehet azt a különbséget csökkenteni, ami esetleg a képességek javára irandó minőségileg. Nagyon fegyelmezett volt a csapatom, és rengeteg jó egyéni teljesítmény is volt most már. Más szerkezetben játszottunk, folyamatosan váltottuk, ahogy az eredmény alakult, és végül is jöttek is az ittszerek. Azt mondom, el kell ismerni, hogy az alaegerszegi támadók életveszélyesek, minden megmozdulásuk gólveszélyes, és nagyon kellett nekik a Farkas Balázs bravúrjai, és gyakorlatilag hát a Csiszár Ákos is egy Jolly Joker, mert tényleg akárhova rakom, vagy a Bausz Robit a védőtől, a előre tolt Ékig, mindenhol jó teljesítményt nyújtanak, ebből látszik, hogy a közösség egy picit most már jobban összeállt, hát is hihetetlenül szükséges a három pont, hogy tudjuk továbbra is biztosítani az NB1-es tagságunkat.